A középiskola 2020-2021-es tanévben ünnepelte 125 éves születésnapját. Ekkor jött az ötlet, hogy egy kiadvánnyal szeretnének köszönetet mondani egykori tanulóiknak, illetve példát mutatni a jelen és a jövő diákjainak. Még a pandémia ideje alatt kereste fel Kocsisné Maráci Margit azokat a diákokat, akik 1986 és 2020 között felkerültek az Akikre büszkék vagyunk tablóra, illetve a Pro Humanitate verseny első, tizedik helyezettjeit, hogy osszák meg néhány mondatban, hogy az érettségit követően milyen életutat jártak be. A kettő között az a különbség, a Pro Humanitate meg az Akikre büszkék vagyunk díj között, hogy az Akikre büszkék vagyunk díjat azt kaphatja a gimnáziumban, aki 4 vagy 8 évig mindig kiemelkedő munkát végez, és versenyeken is szerepel, és kitűnő tanuló, tehát ez a top, nagyon top. És a Pro Humanitate díjat pedig, aki egy évben nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújt. Na most azt lehet látni a könyvben is, hogy vannak olyanok, akik nem csak egy évben nyújtottak kiemelkedő eredményt, hanem több évben is. Sőt, olyan is van, akikre büszkék vagyunk díjazott is, meg még Pro Humanitate díjazott is. Aztán voltak testvérek a könyvben, sőt, ikrek is voltak. Összesen 107-en vállalták, hogy megosztják pályafutásukat. Azonban felkeresésük nem volt egyszerű feladat, hiszen sokan már külföldön élnek. Érkezett többek között levél Ausztráliából, Svájcból, Németországból. Kocsisné Maráci Margit elmondta, hogy miért tartja fontosnak a könyvet. Ami még nagyon fontos ebben én szerintem, hogy egy iskola a mindennapokban tanít, tehetséget gondoz, továbbtanulásra készít fel, különösen a gimnáziumban ez nagyon erős vonal, és emellett fontos az, hogy megérdeklődjük azokat a dolgokat, hogy milyen további életutakat tudnak befutni, hogyan boldogulnak az életbe. Az, amit itt alapként megszereztek, azt hogyan tudják alkalmazni. A könyv szerkesztésében segítőkezet nyújtottak Kis Ferenc és Kürtösi Sándor pedagógusok, valamint külön köszönet Kovács Sándor és Zeitler Ádám önkormányzati képviselőnek, akik a nyomdai költségekhez járultak hozzá.